Hogyha Ildikónak ez a kedvenc filmje, a Fáklya tanár úr, akkor csináljunk róla egy adást. Tunéz humor, török humor, német humor. Mert hogy a rendező, ki tudod ejteni a nevét, Szabi? Zorád Ajtekin. Szóval a rendező félig német, félig török. Van egy ideológia, amelynek nincs humora, ez a politikai korrektség. A németek is tudják ezt. Ebben a Tini vígjátékban politikailag inkorrekt humorral találkozunk. Csődben a német oktatási rendszer, és a börtönből kiszabadulva véletlenül tanár lesz egy úr, aki rendet teremt. Mert hogy főhősünk kiszabadul a börtönből, keresi a Szajrét, de nem találja, mert ráépült időközben egy iskola. Szajrére iskolát építeni, milyen metaforikus. Ez jó. És a főhősnek kettős élete van, egy nappali, meg egy éjszakai, egy fenti, meg egy alvilági. Mikor alszik? Nem alszik. A tanárok nem alszanak. A film egyik legnagyobb erénye a műfajok keverése. Ez egy kedélyesen prostó film, és... A magyarok sokkal jobban lehúzták ezt a filmet, mint a világ. Itt pedig ez a vágyunk, ugye mind a hárman pedagógusok vagyunk, hogy egyszer úgy rendet rakni az osztályra, tudod, egyébként így van nálad egy fegyver. Egy paintball. Kicsit magunk mögött hagyva a szabályokat, igen, a végre megmondani. Gyerek, és egyszer úgy szépen mindenkinek megadni a magáit, ahogy a latinok mondták, sum cuique tribuere. Jó, de a diákok elkezdik egymást nevelni. Ez a kulcs. Tehát amikor már nem a tanárnak kell, hanem önmagadat fegyelmezed, és egymást fegyelmezed. Ez gyönyörű, de én most nem tudom, hogy meghatódjak. Amikor az iskola az infantilis egész... gyerekekkel infantilis módon próbál kommunikálni, infantilis módszerekkel. Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok. Én Léva Ildikó. Én pedig Szőnyi László Gyula. Fáklya tanár úr! Boradak Tekin 2013. Avagy Fáklya tanár úr. Ezen túl így hivatkozunk rá. A börtönből kiszabaduló török fegyenc gyerek elásott szajréja éppen az iskola alá került, így nincs mese, neki a pénz felett kell elhelyezkednie, gondnokként, karbantartóként, kisegítő tanárként vagy mestertanárként, persze a legszemetebb osztályban, de emberünket kemény fából faragták, helytáll, rablóból lesz a legjobb pandúr, és egy tahó, prostó, korrupt, fasiszta, de szexi rendszerrel példás rendet teremt ebben a német liberális zűrzavarban. Willst du immer weiter schweifen, wie das Gute liegt so nah? Lerne nur das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da. Willst du immer weiter schweifen? A társadalom pereméről érkezett bűnöző véletlenül tanári megbízatásban találja magát egy középiskolában. És sajátos nevelési módszereivel rendet tesz a hanyatló német oktatási rendszerben. Ő a diákokat illeszti be a társadalomba, a diákok pedig őt. Egy viccel találkoztam, amikor készültem, hogyan tudsz a Woke világában fehér emberekkel forgatni filmet, ha börtönben játszódik a cselekmény. Mert hogy a film eleje börtönben indult, és hát megijedtünk, hogy egyrészt börtönben leszünk, és nem iskolában, bár a iskola is börtön, másrészt meg, hogy csupa fehér embert fogunk látni, de aztán megnyugodtunk, hogy a főszereplő az török, vagy félig török, vagy félig arab, de ezt majd tisztázzuk. A film egyik legnagyobb erénye a műfajok keverése. Börtönfilmet említetted, mintha börtönben találnánk magunkat, de aztán iskolai filmé változik, romantikus, szerelmes vígjátékká, a mélyében pedig népmesét, tündérmesét, mítoszt ismerünk föl, sőt a vágyfülűek felnövés történetnek is látják. Ne viccelj, te is ide jutottál, Szabi. Van, és ez megint még egy kérdés, hogy ki is nő föl ebben a történetben. Ajjaj. És hát ennek a filmnek a jelentősége, hogy ez az ötödik legsikeresebb német film 1968 óta Németországban. 8 millió néző! De hogy úgy egészében fejezem ki, mert én a teljességre törekszem, hogy a 38. legnézettebb német film valaha. Tudjátok-e, mi az első? Biztos nem tudjátok.
Kérem szépen, bizonyára egy néma film. 50, az a Manitou mozgóra, nem? Az nem rossz, az nem rossz, az talán az ötödik. A Trap család 56-ból, ebből készül majdnem 10 évvel a muzsika hangja. Ott 27 millió néző ül be. Aztán van egy olyan, hogy Der Hauptmann von Köpenick. Az is kemény, meg a Csári nénye, ezek nem számítanak. Egyetlen egy jó német film van benne a top 50-ben, az a Die Brücke 1959-ből, arról majd úgyis beszélni fogunk. De mi most itt vagyunk, Ildikóval, és miért erről a filmről beszélgetünk? Mi az alaphangulat, ami eszedbe jut róla, Ildi? Mi az élményed, Ildikó? Hú, én ezt a filmet nagyon-nagyon régen láttam, szerintem csak a tévébe. De gondolom most újra nézted. Természetesen újra néztem a 13 éves unokahúgommal, aki rendkívül élvezte ezt a filmet, hiszen ez valahol az ő generációjának is szól, fiatalokról, hogyan találod meg az utadat, stb. De első benyomásom, ez egy kedélyesen prostó film, és rendkívül jól működő komédia, ami nagyon sok fontos német társadalmi problémát érint, a bevándorlóktól kezdve a drog problémákig, a kilátástalan jövő. Megint csak itt lehetne ezeket sorolni. Milyen vicces, hogy Németországban beszélünk a kilátástalan jövőről. Hát a fiatalok kilátástalansága. Igen. Főleg a bevándorló fiatalok. Ez egy 2015 előtti film. Ez 2013-as. Amúgy. Nem tetsz, hogy nagyon sok komoly témát érint, de mindegyiket ilyen nagyon-nagyon jó humorral, abszolút nem politikailag korrekt az nagyon. Egész. Nagyon nem politikailag korrekt. És szórakoztató tud maradni amellett, hogy az aktuál témákat is megcsenget. Tehát, hogy nincsen egy ilyen, mégis ez egy romantikus vígjáték számomra, de nincsen egy cukormázba bele. Olykor kivéve de... a színvilága. Nagyon érdekes, nagyon durva a színvilága. Szembetűnő az első pillanat, hogy mennyi szint látunk. Igen. Azért tegyük hozzá, hogy mi Magyarországból nyugodtan nézzük ezt a filmet, hiszen itt minden rendben van. Pontosan. Az oktatási rendszer, rengeteget keresnek a tanárok, és a kisebbségeknek is fantasztikus lehetőségeik vannak, nincs probléma. De nem tudom, hogy miért, lehet, hogy pontosan ezért a magyarok sokkal jobban lehúzták ezt a filmet, mint a világ. Na mindegy, szóval, hogy Magyarországon nincs nagy becsben. Ez ennek ellentmondanék, egy érdekes cikket olvastam a mai napon, pont a harmadik részének a kritikáját valamelyik online médiumon, ahol azt írták, hogy az első még viszonylag kevés embert vonzott be a mozikba, a második film meg kb. Dupla annyit Magyarországon. Egyébként a németeknél is többen nézték meg. A harmadik, ami egyébként szerintem a legrosszabb az egész szériában, a harmadik meg tömegesen megmozgatta a magyar nézőközönséget, és óriási siker. Kicsit típus. Olyan, mint a magyar Magyaroknál volt ez a mostani értelmiségi gyereknek a bénázása, művészfilm, egy pár évvel ezelőtt. Ez egy magyar film, magyar ugye? Film, tudom, és akkor, hogy sokkal jobban értékelték a Rossz versek című második rész, pedig az igenis rosszabb film, talán azért, mert az a közönség, akinek az első nem tetszett, az mit, már nem tudod, nézte ez meg hozzám, a másodikat. Hát, hogy hozzá magaddal még egy embert. Ez is lehet. Szerintem az a film egy ilyen alapvágyunkon alapul, úgy, mint ahogy a texasi láncfűrészes mészárlás, egyszer beszélnünk én arról már a filmről is, amikor ugye egy boltban tömegbe költ ember, és megpillant egy láncfűrést, és akkor eszébe jut, hogy milyen könnyen utat tudna vágni magának. Ennél a filmnél, a Fáklya tanárul, itt pedig ez a vágyunk, ugye mind a hárman pedagógusok vagyunk, hogy egyszer úgy rendet rakni az osztályba, tudod, egyébként így van nálad egy fegyver. Egy paintball. Kicsit magunk mögött hagyva a szabályokat. Igen, ott a végre megmondani. Gyerek, és egyszer úgy szépen minden kinek megadni a magáit, ahogy a latinok mondták, sum cuique tribuere. De egy, gyönyörű! Egyszer egy őszintén megmondani a gyereknek, hogy nem vagy okos. Reménytelen. Ez így csúnya dolgok vannak, majd erről még beszéljünk. Német cím ugye egy elrontott felirat, és ez nagyon kifejező. Göhte. A gyerek nem tud. A gyerek angolul akar írni, de ezt se tudja leírni angolul, akkor mit tud semmit. Németül se tudnak ezek a gyerekek rendesen. De hogy angolul sem, és a suli a nevét se tudja, tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a gyerek ez analfabéta. Még, igen, még a németre az, hogy, tehát, hogy nem a költőt küldi el hidegre, hanem az iskoláját, igen. Mert az iskolának ez a neve, hogy Göte középiskola. Vicces, az angol
címe Amerikából. Talán... Shakespeare. Suck me Shakespeare. Igen, félre van, az is írva. Igen, és a magyar is, a magyar szerintem ugye kivégző osztagos téma, mármint úgy, igen, ahogy mi mondjuk, úgy rendben van. Meg nem is tanárunk, de... tehát akkor az iskola. Iskolát kéne elküldeni. Hát teringettét. Hát nálunk, hogyha iskola, akkor lehetne Kossuth, vagy Petőfi. Rohagy le Kossuth, vagy nem vagy tudom. Vagy Smarty, ő is neves költő. Fú, azért van. Lehet, hogy ez tényleg. Most így átéreztem, hogy mi ment át az Európai Unió szellemi tulajdoni hivatalának összes alkalmazottja. Akik nem adták meg rá a jogvédelmet, a copyrightot, mert hogy túl vulgáris, de aztán fellebbeztek, és végül megkaptak. Harmadik perben csak nyertek. Mert hogy ez is egy franchise, tehát ez is folytatódik ez a film, és Mexikóban meg újra forgatták. Jaj, de jó lehet én az. Először Tildisből azt néztem, meg szóval az szóra megegyezik. Az indonéz az zseniális, de... Indonéz is van. Nem, de... Viszont... És a rendez... sincs. Nekem van egy ilyen tippem, hogy te, Szabi, nem tud rendesen kiejteni a rendezőnek a nevét. Eleve nagyon sok magyar azt hiszi, hogy nő. Bora Daktekin. Nem. Dajtekin. Így kell. Igen, mert a gén van az a, egy van ilyen... Van egy kis... rajta. És hát ő félig, az anyja német, az édes apja pedig török. És, de nekem... te nem tudod, hogy miből írt a szakdolgozatát. Csak nem... nem Shakespeare, nem Schiller. Schiller Haramiák című 1781-es művének a modern átdolgozásával. Igen. Fantasztikus, tényleg, akkor azt megnéznénk. És nekem eszembe jutott, hogy az, hogy ő félig német, félig török, az kicsit olyan, mint egy a magyar közeledben egy keresztény zsidó félvér vagy félkultúra, aki magasabb perspektívából, szélesebb perspektívából lát a világra, a társadalomra, nem ilyen homogén, monokulturális magyar keresztény vagy monokulturális zsidó szemszögből, hanem biztos ti is tapasztaltátok, hogy ez jó tud tenni, hogyha az ember két kultúrán nő fel, és jobban rá tud látni sok mindenre. Illetve azáltal, hogy ő egy kisebbségnek a tagja részben, kimondhat olyan dolgokat, amit mondjuk mi nem mondhatunk ki. Én német biztos, hogy ezeket nem mondta nem volna mondhat, ki. Biztosan de lehet, hogy török ilyet sem tette volna. Lehet, megvan egy nem távolság. Neki van egy távolsága, igen. Ugyanez elmondható akkor a főszereplőre, Elias Embarekre, várjál, aki tunéz. Biztos, hogy a főszereplő, félig. Ha félig tunéz, én először nem tudtam, hogy a Banderasnak a gyereke, vagy a Lázár Jánosé. Mind a kettőre hasonlít. Vagy a kettőnek a szerelem gyereke. Igen, oh, és mindannyian szeretnék úgy kinézni, mint ez a Zeki Müller, és milyen érdekes ez a Müller név. De mi jobban nézünk. Igazi német nevet. Bár azért kapott. Ő dolgozott rajta, úgy tudom, hogy 8 kilót fogyott ezért a szerepért, és hát mi is bármikor így tudnánk kinézni, hogyha megcsillantanák nekünk ezt a lehetőséget. Nem az első közös filmjük a rendezőnek, igen, a főszereplőnek, a török nyelv kezdőknek. Ja, ide jó az a film. Annak a Fülöp-szigeti változata, az külön megérne egy adást. De nem ő az igazi főszereplő, hát gyerekek! Hát bocsánat! De. Kicsoda? Az Uschi Gláz. Ővele kezdjünk. Hát nem ismeritek, direkt hoztam nektek képet is. Ő a kiégett tanárnő. Oh. És ő azért fontos... Mert 1968-ban kintevő diákot játszott. Nem, ő azért, mert 1966-ban, igen, a Vinetú és a félvér Apalachi című jugoszláv, nyugatnémet, olasz kalandfilm és westernben, ő volt Apalachi, ezen léptem föl. És Gorkon Mitics volt vele szemben? Majdnem, és egy fehér férfi és egy indián asszony házasságából született leánya, ajánljuk mindenkinek, de aztán utána annyira zseniális és annyira fölfigyelnek rá, hogy egy hétrészes német filmvég játék sorozatnak lesz tényleg, ahogy te mondtad, a főszereplője. Akkor ez egy benfentes poén, tehát a... Ezért vagyunk itt, Szabi. Egyen vagy így van, egyen vagy kettővel korábbi nemzedék azon nő föl, hogy az Uschi Gláz, mint diák, idióta csínyeket követel a tanára kellene. A ráadásul. És most pedig, ugye, depressziós lesz, és kiugrik az abban. Égek a vágytól, mi ez a sorozat? Nem tudom. Ez a igen. Dilümmel von der Ersten Bank. Ez olyan, mintha egy bankreklám lenne. És ennek van megyünk, megnézzük. De várj, ennek van egy filmváltozata is, az 4 millió nézőt vonzott, Immer Erger mit den Pauken. A Pauken az a tanárnak egy ilyen németes ez olyan, mint változat. A franciáknak az Éretlenek című de filmet. Nem biztos, hogy van olyan jó. Beszélnünk kéne. És állítólag kívülről tudta a rendező, kente vágta az idézeteket, és így tudták oda csábítani ezt a színésznőt, viszont azt mondjuk már el, hogy
azért ez nekem humor szempontjából azért, most azért néztek rám ilyen furcsán, mert szemüvegben vagyok, igen, akkor idegenben veszem. Nem, mi sokkal szexibb vagy. Szóval, hogy ez az öngyilkossági kísérlet, ez azért ezzel mi már nem poénkodnánk, nem? Ez már németnek kell lenni, vagy török azért németnek. Ez egy 10 évvel ezelőtti film. 10 év alatt iszonyat sokat változott már. De 10 évvel ezelőtt sem poénkodtam öngyilkossággal. Ez, szerintem akkor még az amerikai Péter, meg ilyen filmekben is ilyesmi belefért, vel? 10 évvel ezelőtt teljesen más. Jó, de első emeletre ugrik ki, tehát ez inkább egy ilyen figyelemfelhívő öngyilkossági kísérlet. Jó, de, az első emeletről kiugrás az egy gerinctörés is lehet. Ő lehet tologatni majd egy szépen. Jó, de ez egy ilyen kissé ízléstelen, politikailag inkorrekt komédia. Ez is belefér. Jó, menjünk a tovább. De ez a legkevésbé sértő rész. Na, akkor nézzük, hogy mi az a jelenet megy tovább, és ez nekem tetszik, tehát ott kifolyik az agyvelője, mint a horrorfilmekben. A tanárnak, ja, de kiderül, hogy mégsem. És kiderül, hogy csak egy ilyen szörpös ilyen, üveg. Képzeljétek, velem is történt, hogy egyszer másnap hajnalban egyszer rosszul voltam, és elestem otthon. Anyámék egy hihetetlen nagy csattanásra ébredtek, és azt látták, hogy mellettem ilyen vértócsa volt a fejem körül, és kiderült, hogy tehát gyakorlatilag fülemmel pont belecsapottam a cipős szekrénybe, és az ott azért egy ilyen érzékenyebb rész volt, de szerencsésen itt vagyok, és jól vagyok. Ez az igazi vér vagy, Gyula. Az igazi vér volt. Fettig meine langen Tage, Armut ist die größte Plage, Reichtum ist das höchste Gut. Und zu Ende meine Schmerzen, die mich einen Schopf zu graben. Meine Seele sollst du haben, schrieb ich hin mit einem Blut. Viszont Leclerc. Az egy nagy kérdés, Szabi, ez hozzád szól. Ildikónál nem teszik fel a kérdést, hogy kibe szereted bele. Hát nyilván Zeki Millerbe. Nem, Dangerbe. Danger? Oké, volt az a fiatal srác, ő is megváltozott. De van egy másik, a Szabi, akit azért másik társunk most, Szabitól megkérdezzük, hogy te kibe szerettél bele. Senkibe. Az igazgatónőben nem. Nem már. Pedig ő jó, jó vezető. Szabi! Úristen, nézd már újra ezt a filmet, hogy lehetsz ennyire felületes. Jó, akkor nézzük ezt a fákja tanárúrral ő vele foglalkozzunk? De inkább Ildit akartam megkérdezni, hogy koncentráljunk a filmre. Jó, igen, tehát te 5 évig multinál dolgoztál, de aztán visszamentél pedagógusnak, angoltanárnak, mert visszahívott a szíved. Igen, ez pontosan így történt. Lehet, hogy egyébként időrendben pont fordítva volt, de van igazságtartalma ennek az állításnak. Tehát én is, mint pedagógus nézek erre a történetre, bár én sosem dolgoztam gimnáziumban, ilyen nagy iskolában gyerekekkel, de van bennem egy ilyen szakmai romantika, amikor megnézem ezt a filmet, hogy ó, tanítani mégis mi szép, igen, vagy tanítani mégis mi szép, formálni a fiatal embereket, meg ilyesmi. Ebből a szempontból szerintem van egy nagyon jó üzenete ennek a filmnek, hogy ez egy szép pálya. Utána akartam nézni, de nem tudtam meg, hogy vajon a német oktatási minisztérium vajon támogatta ezt a filmet, mert hogy nem tudom, tanárokat akartak verbúválni. Mert hogy itt most nagyon elhibáztatok valamit, mert hogy én viszont, ez nem dicsekvés, nagyon régóta tanítok. Igen, én kíváncsi is lennék, mint gyakorlótanár, te hogy érzed? Én egy fiú szakközépben kezdtem tanítani, és nagyon jellemző, hogy egyszerre beiratkoztam kickbox tanfolyamra, hogy hát, ha használni kell, és kellett. A második órámat ott nem tudtam megtartani. Én is ugyanúgy átéltem, mint ez a szerencsétlen Lizi, ez a vörös hajú tanárnő, a tehetetlenséget, és a kollégáim, azt régi tanár motorosok azt javasolták, hogy csak keményen lépjek föl, és hogy az első évben ki kell buktatni, mit tudom én, 10-12 embert, és akkor majd rend lesz másodikban, és a tényleg ez a módszer alakult ki, majd elkerültem a Vörös Marti Mihály gimnáziumba 6 évvel később, és azt hittem, én már mindent tudok a szakmáról, ott már az első órámat nem tudtam megtartani a drámás lányok gyűrűjében, és mindent előről kellett kezdenem, és én is itt most elnézést kérek az összes olyan diákomtól, akit megbántottam, azért nem kérek elnézést. Időnként én is rossz módszerekhez folyamodtam, vagy vitatható módszerekhez, de ennek majdnem mindig ez a tehetetlenség, meg ez a rossz reakció volt az oka. De most, amiatt a filmes műsorod van, te vagy a félisten. De ez az kellett, hogy tekintély legyek, az kellett, hogy rágózzak, az kellett, hogy dohányozzak az óráimon, az kell, hogy időnként sörrel menjek be. Egyébként nekem egyetemen volt egy ilyen tanárom, a Péterfi Gergő, aki rágyújtott a
latin író? Az író, így már akkor is írt egyébként, aki úgy tartotta a latin szemináriumot, hogy rágyújtott egy cigire, ami annyira laza volt, hát hogy a latinok is ugye ilyen marbicítan. Igen, és akkor ez egyik diákcsaj föltette a kérdést, akkor mi is rágyújthatunk, és akkor mondta, hogy akkor igen. És úgy nézett ki a szeminárium, hogy minden második ember a dohányzott, rohadt büdös volt. Meg lehetett a füstöt, de régi szép oldott. Idők. Beszéljünk egy kicsit a módszerekről. A metodikai részről, hogy hogyan metodikai rész. Zeki Müller? Tehát, hogy a humornak mindig az az alapja, hogy el van túlozva. És akkor ez akár interkulturális kultúraközi félreértésekre is okot adhat, mert hogyha valaki Indonéziából nézi, akkor azt gondolja, hogy ezek esetleg megengedettek Európában, nem megengedettek, de pont ezen alapszik a humor. Ezen, hogy ezt álmodjuk, tehát minden tanár hazamegy, és ezeket gondolja végig, hogy mit most csintettek vele a diákok, és hogy milyen jó lenne ez, mert ez, de sajnos nem szabad. Egyébként ez fontos minden szempontból. Várjuk már azt, hogy menjen be ő abba a 10. B-be, és ott majd biztos egy rend lesz, elég hamar. A módszerek között ugye kezdjük, paintballal lövi őket. Ez pozitív, negatív vagy vitatott? Ez egyben filmes paródia is, tehát az ilyen akciófilmeket parodizálja, ott fölmászik a kerítésre, akkor eltalálja őt egy sárga festékkel, és akkor belehullik a bozótba. Nekem ez belefér. Elnézést kérem. Lehet, hogy most lesz az adás után, hogy az oktatási minisztérium majd leszól, bár nincs oktatási minisztérium, államtitkársága, nem tudom kicsodának, hogy mégse alkalmazni ezt az embert. Osztálykirándulás a drogosokhoz, meg az nagyon rendben volt. De az nagyon rendben van, és azok egyébként, de persze ilyen rózsaszín kék jelenetek, de nagyon kemények a képi világa. Uh-huh. Jó, a haldokló drogos. De bocsánat, de ez a film ez arról szól, hogy idő után nincs szükség ezekre a módszerekre. Ez pont erről szól, hogy ezért szeretjük ezt a filmet. Tehát, hogy oké, tisztázni kell a tekintély kérdését, és ez megint kétoldalú, és akkor ez a Nagypál első és egyetlen tétele a filmből. Tehát, hogy most, ő leveli a diákokat, most integrálja őket a társadalomba, mert peremvidékről érkeznek ezek a diákok, elég rájuk nézni, tehát nem a középosztály, akit tanít, és őt is integrálják a diákok. Tehát ő meg egy bűnöző, aki semmi más nem érdekel az életbe, csak a szajré, nem csak a diákok, a szerelme is integrálja, tehát ő meg beilleszkedik a német társadalomba, és onnantól, miután létrejön ez a hang megtalálás, onnantól nincs szükség ezekre a módszerekre. Ez addig van szükség. Illetve, de lehet, hogy maradnak utána illetve is. Valami azért marad. Marad, de személyiség. Az uzsileimolás szerintem lehet, hogy marad. Jó, de a diákok elkezdik egymást nevelni. Ez a kulcs. Tehát amikor már nem a tanárnak kell, hanem önmagadat fegyelmezed, és egymást fegyelmezed. Ez gyönyörű, de én most nem tudom, hogy meghatódjak, vagy ez lelkesedjek. Ez megható film. Én sírtam az egyiknél. Egyébként én is amikor volt. Az igazgató bejelenti, hogy milyen jól sikerült a dolgozat. Nekem ami a legjobban tetszik itt pedagógai részben, hogy sikerül belső motivációt adni a diákoknak. Igen. Tehát tényleg egymást kezdik elemelni, célokat jelölnek ki maguknak, és saját maguktól dolgoznak. Gyerekek, azon, a 15. jegyet kapjanak. 15. perce megy az adás, és itt már átmentünk szentimentálisba. Én szeretem ezt a filmet. Mindhármunk szemében. Az is nagyon tetszik, amikor a motivációs. De ez kifejezetten szentimentális film. Jól játszik a rendező is, igen. Meg a főhős is, az Elias Embarek, ami érzelmeink. Ez egy melegszívű macsó. Egyébként ez... Neki sem volt, de szerintem ezt a filmben mondja is valahol, hogy sosem volt más lehetősége, mint a bűnöző lét. Tehát ez az ő legnagyobb ilyen fejlődés sztoria. Elfogadom. De legyünk már egy picit szigorúbbak. A graffitizés, a vonat összegraffitizése, nem mondjátok már, hogy ezen így túl tudunk lépni. Igen, ez furi volt. Ráadásul az különös jelentő, tehát egyrészt a cím onnan származik, mert hogy ezt graffitizik föl, hogy Fákja Goethe, a másrészt pedig, amikor ott a bűn útjára visszatéved, és akkor eszünkbe jut megint a Haramiák Schillertől, ugye a Haramiákban esküt tesz arra, hogy testvérpárról van szó, az egyik a bűn útjára tér, és megesküzik a bűnözőknek, hogy kitart ő mellettük. Tehát ő azért nem tud újra normális ember lenni, még a szerelme ellenében sem, mert esküköti a Haramiákhoz. Na és itt is ő megint visszasodródik egy bankrablásba, sofőrként, és akkor megpillantja ezt a graffitit a vonaton. Jó, szerintem ez a film a korrupcióról és szól. És ez visszahozza őt a normalitásba. Azt, hogy korrumpálódunk, a korruptak tudják ezt a rendszert visszabillenteni, legyen ez egy korrupt módszer, összegraffitizett vonat.
Eleve az uzsi lejmolás az a korrupciónak számomra a szimbóluma. Az az ellentéte a Magyar Mindenki című rövidfilmben van, hogy csokit oszt, itt uzsit lejmol, ez mennyivel jobb. Egyiket én is csináltam ilyet érettségén. Aztán ott van a várjunk, valami jó sztori. Rómeus Júliát kiheréljük, mert valljuk meg, az az előadás, az botrányosan gyenge. Persze. Oké, hogy gyerek magáinak érzi, és lelkes. Ebben a filmben ez belefér. És a végén az igazgatónő, a fő korrupt, aki fogja magát, és lefénymásolja a érettségit, meg az érettségi bizonyítványt. Csinál neki egy hamis érettségi bizonyítványt. És az érvelés is brutális, az nektek megvan még, hogy... Na szerintem úgy éreztem, hogy itt vagy a korruptak vagyunk, vagy a hatékonyságért mindent. Jó, ez egy népmese. Ez egy népmese ez a film. A legkisebb fiú a társadalom pereméről egy sorszerű véletlen folytán bekerül a fősodorba, oda, hova nem volt módja, se anyagi, se értelmi lehetőségei nem voltak arra, hogy leérettségizzen, bűnöző lett, de itt a véletlen behozza, és megállja a helyét. Tehát ő addigra már bizonyít. Az a király, ugye az igazgató az a király, aki neki adja a lányát és a fele királyságát, ő ezt a jutalmat adja neki, hogy te már bizonyítottál, ez ne álljon útjába annak, hogy benn maradj a társadalomba. Es lukt mein Herz geschwind zum Pferde, es war getan, fast wie gedacht. Der Abend wiegte schon die Erde und an den Bergen hing die Nacht. Schon stand im Nebelkleid die Eiche, ein aufgetürmter Riese da. Wo Finsternis auf dem Gesträuche mit hundert schwarzen Augen sah. Es schlug mein Herz geschwind zum Pferde, es war getan, fast gedacht. De ugyanakkor ott van az ellenpont, ugye Lizzie, a példás tanár, Nem szeretünk bele, de nem ez a lényeg, pont ebben a jelenetben azért ő nagyon meg van sértődve, hogy ő mennyit küzdött, mennyit tanult azért, hogy pedagógus lehessen, és valaki csak így kinyomtatják neki az érettségét. Tehát ezeket is azért a korrupcióban ezeket a igazságtalanságokat is megszólítják. Hát a Lizzie egyrészt a felettesén, aztán eszembe jut, vannak azok a kolléganők, tényleg nekem is vannak ilyen kolléganőim, akik mindig csak a munkáról tudnak beszélni. Ha elmennél vele vacsorázni... Nekem a hallgatóim is vannak ilyenek. Ez is érdekel. Borzasztó. Vizsga, hogy jelentkezett föl? Mi a tananyag? És ami engem nagyon megfogott még jelenet, nálunk is van ilyen, a tanári rangsor. Volt egyszer olyan, hogy egy tanár kollégával tartottam órát, és átküldte nekem az tanárértékelést, mert ő ezt nem szeretné megnézni. Csak szemlélgessem a legjobb üzeneteket neki. De itt most az, hogy nálunk is a Vörös Martiban... És a rosszat hagyd ki. Igen, és én meg nyilván nem hagytam ki, mert abból lett tanulni. Most a Vörös Martiban évvégén volt a tanár értékelés. Annyi kollégát láttam megzuhanva, mert kapták sorozatban az egyeseket, mert hogy éppen akkor konfliktus volt, kijött egy rossz dolgozateredmény, a diákok persze mindenre egyest adtak a tanárnak, és az illető tanár kapott egy 2,3-at. Én is, mikor elkezdtem tanítani a Vörös Martiban, azt hittem, nagyon hamar én leszek az év tanára. Ennek van következménye? Egyelőre nincs. Én volt, hogy leadtam osztályt, mert lepontoztak. Azt mondtam, hogy akkor, ha ti 2,3-ra, vagy mit tudom, 3,2-re értékelitek az én munkámat, akkor jövőre szerintem mindenki jobban jár, hogyha nem én tanítanak. Miért nem küzdöttél tovább? Nem, úgy gondoltam, ők küzdöttek aztán de tovább, akkor hogy nem úgy ezeket gondoltuk. A mi nem, na mindegy. A polkorrektről beszéljünk már egy picit, tehát már behoztuk, hogy milyen szabadszájúan beszél ez a film. Emiatt is felszabadító, tehát ugye a PC az egy ilyen vélemény terrort jelent, mit nem szabad gondolni, mit nem szabad mondani, és mi az, ami miatt boszorkányüldözést hajtunk végre ellened. Ebből a filmben egy szabadság árad, tehát szexista poénok vannak benne, ezt mindenképp el akartam sütni, hogy osztályizmus, ami ugye kétértelmű, hogy iskolai, de hát ez a társadalmi osztályra gondol. Uh-huh. Fogyatékosokkal viccelődnek, hát ahogy a nőkkel, van egy ledagadtozza az egyik csajt. Ez még erősen pre-vók időszak. Igen. Ma már ez nem készülhetne el, és ezért értékeljük. Engem még közben az Adam Sandler... Szerintem most nem készülhetne el.
De tuti, a mai Németországban ez nem készül el. Ez 2013-ban is már egy elég rossz hely volt Németország. De szerintem azóta sokat változott. Eleben idén kijött ennek egy kvázi negyedik része, egy spin-offja, de... a Fákja Chantal. Én még csak az előzetesét néztem, mert kíváncsi vagyok, hogy az mennyire polkorrekt. Igen, Chantalról van egy külön film. Na most kíváncsi vagyok, hogy az mennyire polkorrekt 24-ben. De szép. A Chantal behoztad, van, aki szerint a Jella háze az egyik főszereplő a filmnek, és hogy minden jeletet elvisz, én észre sem vettem egyébként, oké, okay, de van egy belső poén benne, hogy most... Chantal Akermannak hívják, és ez egy feminista vonal, a világ legjobb filmjének a legutóbbi szavazáson Sight and Sound, a Chantal Akermannak a Jean Dillman című mindenki filmjét választották, 1975, egyszer mindenki beszélünk kéne róla, egy jó elemzés, igen, tehát a filmben vasal és főz egy nő 3,5 órán keresztül, ez a feminista alapfilm, aztán mást is csinál, na és erről a Chantal Akermannról nevezik el ezt a hölgyet, ami egyben, ha már nálam van a szó, tehát ez a másik legmeghatóbb jelenet nekem, amikor a tanár úr kitalálja, és ez már pozitív pedagógia, hogy az jött ki a teszbe, hogy te egy nagyon tehetséges ember vagy. Totál kamu. Nem, az igaz, az kamu. A maga módján tehetséges. Átlagos tehetségű a lány, de na, ezzel, hogy ezt mondta neki, hogy tehetséges vagy, hirtelen az osztály fölé nő, és ő lesz a vezető, és szuper jegyekkel. Egyébként ilyet én is csináltam, és tényleg működik. Tényleg működik. Számára... Egyszer én is mondtam neked, Gyula, hogy rendelkező rádióznál. Azóta szárnyalok. Szóval Adam Sandler... Én akkor adnék egy listát, hogy miket mondjál nekem, hogy legyek bennük jó. Hát, ha akkor elkezdek szárnyalni. Szóval Adam Sandler vígjátékai szokták hasonlítani, de mi ne tegyük ezt, mert ez sokkal mérsékeltebb, európaibb és törökösebb, nem járja át az örökös és 30 perc alatt kimerítő ripacskodó poénkodás. Sokkal érzékenyebb, ha lehet ilyet mondani. A figura hitelesebb, elhisszük neki. Mélyebb témákat érintenek. Igen, mintha lenne egy plusz cél is. Nem csak abszolút, az öncélú szórakoztatás. Itt nekem nagyon tetszett pedagógiai módszerben az osztálykirándulás. Térjünk már ki rá. Tehát hát, a magas Dévavára, vagy Krasznorka büszkevára, oda is, az is nagyon érdekes, de hogy ahova ő viszi, ugye ilyen terepgyakorlatokra viszi őket, a drogoshoz, meg a munkanélkülihez, és ez nekem ez tetszik. Tehát, ilyet kéne csinálni. Szerintem az van, hogy a tanárok többször jártak Szegeden a Dómnál, mint a Csillagbörtönben. Pedig össze kéne ezt kötni, vagy te legyél az a tanár, mert te már rájöttök jártál. Valaki, aki már tanított a Csillagbörtönben. Hát, Ildikó, tényleg? Nem! Én eredetleg angol tanár vagyok, nem volt nagy igény a Csillagbörtönben erre. Egyébként lehet, hogy lett volna rá igény, de nem téged találtak meg. Hanem? És akkor mondták, hogy jó, ez a teológia is nekünk. Szabolcs. De valamit elkezdtél, Ildi. Jaj, a Csillagbörtönnel majdnem kiűztétek a fejemből, de megvan a gondolat. A pedagógusok jellemzően ugye a magas kultúrát próbálják megmutatni, és oda felhúzni a diákokat. Zeki Müller ugye egy teljesen más megközelítést, a legmélyebb pontot megmutatta, hogy ilyenek ne akarjatok lenni. Ez is egy módszer. Abszolút. De egyébként valamelyik, a cserdi cigány polgármester csinálta azt, hogy elvitte börtönbe a falusi cigány gyerekeket, hogy lássák, hogy mi az egyik út, és hogy mi az, amit el kéne így kerülni. Hát igen, és ráadásul itt tényleg ez egy célzott pedagógiai módszer volt, mert a gyerekek mind azt mondták, hogy ők szeretnének nőfuttatók lenni, illetve drogdílerek. Igen. Aztán ez egy válasz. Itt említette a Szabi a felnövés történetet, vagy átváltozás történetet. Számomra egyrészt a Grease volt, ami beugrott, ahol Tomádi. De ez így is, úgy is borzalmas cím, kivégző osztag, szóval, vagy egy kivégző osztag, stb. Aki mind a kettő. Jó, tehát arról van szó, hogy van a fiú, a rossz fiú, a John Travolta, meg a Chelsea, és akkor ő megér a polgári irányból, és akkor hogyan találkozhat ez a két társadalmi réteg. De akár a My Fair Lady is eszünkbe juthat. Igaz, hogy itt a fős nem a
prof neveli meg, hanem a közeg meg a hivatás. Vagy a Rómeó és Júlia is eszünkbe juthat, és akkor, amit már emlegettünk, meg elő is adják, tehát arra is egy utalás a film, mert végülis ez a nő meg ez a férfi teljesen más társadalmi osztályból érkezik. Itt meg szeretném kérdezni, hogy mi volt a problémád Gyula Lizi karakterével? Annak a karakternek, hát megvannak a mélységei, nagyon sok érdekes szint volt van benne. Vértelen egy kicsit. Hát meg egyrészt nekem ami eszembe jutott, hogy infantilis. Egyébként ő volt a Csajok a csúcson című német vígjátékban, amiről szintén egyszer beszélnünk kellene, kettesre értékelték a kritikus tömegben, a legkedvesebb szereplője. Caroline Herfurth játsza egyébként. Kelet-berlini művésznő, és a Parfümben már föltűnt, ő volt a Szilva áruslány. Na mindegy, szóval, hogy azt akartam mondani, ugye van az infantilizmus, nem? Amikor az iskola az infantilis egész... gyerekekkel infantilis módon próbál kommunikálni, infantilis módszerekkel. Az egész filmet átszövi az infantilizmus. Igen, de a tanárról, én nekem a Gabi néni jut eszembe, az általános iskolai énektanárom, akit lenéztem, noha én voltam 8 éves, mert olyan infantilis módon próbálta a ilyen meséken keresztül lenyomni a torkunkon a szolmizálást. Ha komolyabban vett volna bennünket, akkor kialakulhatott volna valami komoly énektudás is. Igen, de ez a film érdekes módon, mintha azt javasolná, hogy az előbb kritizáltuk, hogy milyen gyenge az a Rómeó és Júlia előadás. Igen, gyenge. De a gyerek ugye, legalább ugye, azonosul vele. Igen, de hát ez egy gimnáziumi előadás. Tehát, hogy abban reménykedünk, hogy a slam poetry, a hollywoodi filmek, meg a Gagyin előadott Rómeó és Júlia, ezek küszöbb drogok, tehát, hogy ezek segítenek a való irodalomba átmenni. A valódi filmekhez, művészfilmekhez, a valódi költészethez és a valódi drámákhoz. Tehát ez nem a végállomás, én legalábbis így értelmezem, hogy akkor ezen most kezdik majd a Shakespeare összest kézbe venni. Illetve nekem kérdésem, hogy miért elvárás az, hogy egy ilyen színvonalú kerületi gimnáziumban a teremvidékről érkezett diákok egy komoly Shakespeare színdarabot adjanak elő? 16 évesek. Jól nyilván egy ilyen színvonalú produkciót sikerül összehozni állami támogatásból. Jó ez így, ahogy van. De abban viszont igaza van a filmrendezőnek, hogy a Rómeó és Júlia, amint vannak modern filmes feldolgozásai is, tehát pont ezen a peremvidéken, ebben a peremközegben nagyon aktuális, tehát ott két külön társadalmi osztályból összenemillő családból származó, összenemillő háttérből származó fiatalnak kell túlemelkedni a társadalmi agresszív baráti elvárásokon. De azért még mindig keresek hibát ebben a filmben. A becsinázás az nektek nem volt durva? Becsinázás. Hogy kétszer becsinázza, egyszer a szerelmét csinázza be, egyszer a Júliát játszó lányt a színházban. Csak hány tatót ad neki? Köszi. Azért ez durva. És akkor egyszer meg meglövik a vöröshajú tanárnőt azzal a láma búgató injekcióval. Az mondjuk véletlen, de nekem ez a begyinázás, ez nagyon veszélyes. És a bánkbá jut eszünkbe. Egyrészt. Ugye már azóta... Melindát is búgat. Szóval nekem ez határon túl volt. Mert ugye rendezni nagyon szerette Katona Józsefet, a Borat Dajtekin. Egyébként igen. És az Egri csillagokat is olvasta. De egészen más szívvel. Megdrukkolt, igen. És ne menjenek el a vár alól. Én az automatába zárt fiúról szeretnék. Nem, azért ez annyira értelmetlen, annyira buta. Mexikóban leforgatták szorosan, és benne is van az ajánlóban. Csak mások a termékek. Simple bullying. És amikor ti feszültek vagytok, akkor nektek ugyanezt mondja a kolléganőtök a bárban. Hogy? Nem mondom meg. Kicsit feszült vagy. Igen. Igen. És akkor van az 1 óra 37. percnél az a folyosói ilyen furcsa szerkezet, ami megcsapja az egyik srácnak a derekát, fogalmazzunk itt. Na, az jó poén volt. Nektek ez kimaradt? 1 óra 37-nél tessék megnézni. Mindenképp visszatekerek. Műfajilag még a burleszket említeném, a csetlés botlást, tehát a Chaplini hagyományok is előjönne. Akkor most a diktatúra a szexi? Ez nem igazi egy diktatúra. Ideig, nem.
ilyen betörés. Igen, ez csak egy jól mondod, Szabi, ez csak egy betörés időszak, nincs diktatúra, hát azt csinálnak a gyerekek, amit akarnak gyakorlatilag. Célokat kell nekik kitűzni, és bátorítani őket, kb. Erről szól. Mi a közös e vasúti kocsik és a magyar őseink között, tudjátok-e? Már a finnugorok Boton. Is gyártottak vasúti kocsit. Mindkettőt megalázták Augsburgban. Mert hogy ott zajlott ez a graffitizős jelenet. Vagy nem, ott vették föl. Elképesztő. Szörnyű. Elképesztő. Fátya tanár úr! Borat Dajtekin 2013. Ez volt a tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok. Lévai Ildikó. Én pedig Szőnyi László Gyula. In allen guten Stunden werden erhöht von Lieb und Wein. Soll dieses Lied verbunden von uns gesungen sein. Uns hält der Gott zusammen, der uns hierher gebracht. Erneuert unsere Flammen, er hat sie angefacht. In allen guten Stunden erhöht von Lieb und Wein. Soll dieses Lied verbunden von uns gesungen sein. Uns hält der Gott zusammen, der uns hierher gebracht. Erneuert unsere Flammen, er hat sie angefangen.